gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, száz annyit kap. Most ezen a világon otthon, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből az utolsók, az utolsókból pedig elsők. Sokan úgy értelmezik, hogy az Úr Jézusnak ezek a szavai olyanok, mint egy banki hirdetés. Kis befektetés és óriási nyereség. Hát ki ne szeretné ezt? De úgy van itt is, mint a hitelfelvételeknél, arról már könnyen megfeledkezik az ember, hogy törlesztés is van a világon. A százannyit azt szeretnénk, de feltételét figyelmen kívül hagyjuk. Pedig nincs apró betűvel írva, aki értem és az evangéliumért elhagyja. Mi viszont nem elhagyni, hanem növelni szeretnénk. Lehet, hogy ennek a kijelentésnek a félreértéséből, vagy talán az ószövetségi gondolkodásmód maradványából fakad, hogy sok keresztény úgy véli, a hite miatt jó élet illeti meg őt. Ő Istenhez pártolt, ezért Isten tartozik őt megóvni a bajtól, nehézségektől, kényelmetlenségektől mintha a hitünkért fizetség járna, és nem mi nyernénk a hit által. Hogy is van ez? Hát nem Isten teremtette a világot és adta az embernek mindenestül? Nem ő akarta a családot, amelyben élünk? Nem ő parancsolja a negyedik parancsban a szülők segítését és tiszteletét? És most az Úr Jézus mindezzel szembe fordul. De miért is kell elhagyni, ha egyszer még többet kapunk érte? Mindezek a kérdések észszerűek ugyan, csak rossz alapból indulnak ki. Krisztus ugyanis nem elvenni akar, hanem megváltoztatni. Amit a bűn önzéssel, szívtelenséggel, kapzsisággal itatott át, azt kell elvetnünk és elhagynunk. Egy új szemléletet, egy új életet akar az Úr Jézus közöttünk. Azt, hogy ne az én legyen a fontos, hanem a mi. Szent Pál erről így ír, Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és föltámadt. A annyi tehát az nyerheti el, aki megváltozott önzetlen lett, és aki már nem a pénz számolgatja, hanem a segítés lehetőségeit keresi. Vagyis aki meg tud feledkezni önmagáról. Az majd ámulva tapasztalja, hogy valóban többet kapott, mint amit elhagyott. Hiszen nem csak az üdvösség lesz a jutalma, hanem lelkiismeretének tisztasága, mások szeretete, vagy éppen az a közösség, amelybe tettei által beletartozik. Ne a pénz legyen az Istenünk, hanem Isten legyen a pénzünk, vagyis az örök fizetségünk. Messze vagyunk még ettől.